Üdvözlök itt minden kedves nézőt, sziasztok! Itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Crusader 3 Kings sorozata. Crusader Kings 3 sorozata. Free. Crusader Kings Free. Ha már angolul mondom a név felét, akkor miért nem mondjam teljesen. Szóval, volt egy nagyon jó tipp egyik kommentelőtől, egyik nézőmtől, hogy hagyjam meg Olaszországra a Szent Háborút abból a szempontból, hogy a királyságot ugye szent háborúzni érte. Ó, a pályatim neki jóval magasabbnak kéne lennie. Paragon of Virtue kéne, hogy legyek. De az a lényeg, ugye azért mondta így, mert hogyha megnézitek, elég sok területet el tudnánk foglalni azzal, hogy egy ilyen háborút indítunk, és rögtön a pápa mellé kerülnénk. A probléma csak az, hogy a vallásunk nincs azon a szinten. Ez szomorú. Ezt majd, nem tudom, valahogy följebb visszük. Devoted servantek leszünk. Milyen következő szint van még? Devoted servant azután. Tehát egy szint, és még egy utána. Pay ransom. Tessék. Ó, most nem... Ja nem, nem azt engedtem el. Jó. Azt meg, ha minden igaz, az meg el van engedve, aki... Ő viszont itt tőle tudunk-e revoke title-t? Nem, mert ez zsarnokságnak tekintik. Hiába vertük el egy háborúban, valamilyen oknál fogva, mert nem emlékszem, akkor nem elvertük egy háborúban, nem tudom. A lényeg az, hogy valamilyen letartóztattuk. Gavel is known criminal, allowing me to punish him without being view as tyrant. Oké, okay, szóval mit szólsz ahhoz, ha kiengedlek, viszont... nem, mert zelos. Mert zelos. Nem lehet áttéríteni, mert dolog. És mi van, ha figyelj, benisellek, tessék, távozz. Értitek? Figyeljetek. A száműzése azt elfogadja. Engem bizony száműzhetsz, de a vallásomat nem engedem, hogy átváltsad. Viszont száműzzük, és konkrétan a gyerek lesz utána izé. De ez is izének zsarnokságnak számít. Miért? Hát azt mondja, hogy megbüntethetem anélkül. Akkor beviszem dungeonbe. Ez kész. Ezt hagyja a békén. Őt meg tök jó lenne elhozni. Ez zsarnokságnak számít. Kár, hogy nem bírok gyereket követelni. El tudnám rabolni? Ez tök jó lenne, el tudnám rabolni. A spanyol régióban, ebben itt ibériai... nem jut eszembe mi a neve. Mindegy, a lényeg az, amikor ezt kidolgozták, ezt a régiót, akkor ilyen emberrablás, meg ilyen belviszály terjesztéses dolgokat. Tehát konkrétan tudsz pénzelni egy adott régiót, hogy lázadjanak fel ott. Szóval ilyen-olyan dolgokat lehetne, és tökre nem értem, hogy ezeket miért nem adták meg a többi helyre. Lehet valószínűleg az emberrablás az benn van, be van rakva. Itt valahol. Tehát valószínűleg itt lehet olyat csinálni. Abduct. Itt van. Itt az emberrablás, igen. Arra vagyok kíváncsi viszont, hogy van-e vajon olyan, hogy ilyen lázadást keltünk. Ez valószínűleg nem. The murder feat. Feast. Az komoly. Ezt a szintet eléred, konkrétan gyilkolásos kajálást tudsz tartani. Egy uralkodónk lesz, egy full zsarnok egyszer. Egy full zsarnok uralkodó az egyik legjobb. Illetve egy másik ilyen dolog is volt, amiről beszélgettünk, hogy valahol van itt ebben a régióban egy ezüstbánya.
Én is tudtam róla, csak nem tudom, hogy pontosan hol van. A fene se tudja. Valahol van egy ezüstbánya itt Magyarországnak. Mindjárt meg fogom megnézni. Itt úgy írta a komment, hogy itt Tordánál van egy sóbánya. Na most a sóbányát sem találom egyébként. És viszont az, hogy alatta van az ezüstbánya. Tehát ilyen bányákat lehet építeni, a Shallow or Mines, ilyeneket tudnak építeni a izék, az jó, de azt hittem, hogy rendes, közvetlen ezüstbánya van. Én is emlékszem, hogy valamikor valahol láttam, aztán lehet, hogy most átkattintottam, és pont nem figyeltem, hogy ott van. De egyelőre sehol nem látom. Egyáltalán hogy látod, hogyha egy, ha egy rányomsz? Így látod. Hát igen, olyat nem láttam. Pedig itt elég egyértelműen lehet látni. Lehetséges, én arra tudok gondolni, hogy amikor indítottam ezt a játékmenetet, ebben nincs benne. Értitek, mire gondolok? Hogy lehetséges, hogy az újabb frissítésekben benne van. Itt esetleg nem, ez a Dutchy Building, ez nem az, amit mi keresünk. Na jó, mindegy, figyeljetek, valahol elméletileg itt is van, pedig jó lenne amúgy tudni. Abban a szempontból, hogy ezt megszerezném, azt a területet, az jó pénzt adna. Biztos nem itt van, egy mezővel alatta írta, nem? Azt mondta, hogy Erdélyben, Tordánál van egy sóbánya, és alatta egyel, meg azon a területen van valami, ami olyan erős, mint az ezüstbánya. Maximum 9 pénzt hoz be. Végül is nem azt írja, hogy sóbánya. Nem ez az épület. Hol vagy? Itt van. Simple Stone Quarry. Csak nem erre gondol egyébként. Valószínűleg nem erre gondol. Nem tudom átépíteni. Valahol tudok építeni egyet. Itt tudunk. Na jó, mindegy, figyeljetek, nem akarok több időt ezzel eltolni. Túl? Hogy vagyunk mínuszban? Dangerous faction. Independence War-t akarnak. Az jó. Hát akkor figyeljetek, kezdődik egy német, bavariai, cseh és egy szerbiai függetlenségi háború nem sokára. Örülök neki, hogy ennyire pozitív véleménnyel van rólam, és még így is szeretné fellázadni ellenem. Téged így behúztak, vagy mi történt veled? Mert amúgy most nemrég osztogattam ki a területeket neked. Na, rövid uralkodás, de jó lenne, hogyha még nem lázadnátok fel. Most adjak neki pénzt ajándékba. Tudod mit, te a rokonom vagy, kapsz egy giftet. Csak kapsz egy valamelyiket ezek közül. Most 100%-ba szeretsz. Te is igazából jóban vagyunk, te mondjuk nem a rokonom vagy, de te member of your dynasty, te a dinasztiám tagja vagy. Te neked is adunk egy ajándékot. Tessék. És neked, hogyha pénzt küldünk, 150. Megnézzük hát, ha kilépnek. Nem, igazából csak előrébb jött. Plusz 100 véleménnyel fel akar lázadni. Hopp. Ott volt. Aha, jó, itt írja, hogy faction commitment. Ott írja, outside of Liege, de jura, king's desire, independence, low culture acceptance, neighbors in same faction, powerful vazalus personality. Aha, jó, mindegy, egyet sikerült kiszállítatnunk. Ő lenne a másik, akit esetleg ki tudnánk venni. Milyen érdekes, 50%-kal növeli a lázadási esélyét az egyik nemesnél, hogyha a szomszéd ugyanúgy lázadni akar. Értitek? Ez tök jó megoldás arra, hogy úgy csinálják meg, hogy ténylegesen érződjön, hogy egy adott helyen lázadnak az emberek. Ővele viszont sok minden nem fogunk tudni kezdeni valószínűleg.
ezek közül nem is tudom, melyiket adhatnám oda neki. Várjátok, ők nem a... nem Bavaria. Jó, mindegy. Hárman fellázadnak, ez van. Ez van, megvárjuk, mi lesz ebből a háborúból. Itt elengedünk mindenkit, akit lehet. Jaja, ezt megkaphatjuk. Na, viszont pluszban vagyunk pénzügyileg. Legalább. Kell, hogy teljen egy kis idő abból a szempontból, hogy ugye a jelenlegi nemesség az elfogadjon engem, mint uralkodó. Ugye van egy ilyen rövid időszak, ameddig uralkodtál. Tehát, hogy nem hosszú ideje uralkodsz, szóval nem annyira elfogadóak. Ellenben viszont, ha minden jól megy, mi egész jó hadvezérek vagyok, tehát 24 plusz 5 hozzá, plusz ahhoz még valamennyik majd jönnek, illetve az Oversea, az már ki van fejlesztve, itt ezek már tökre ki vannak fejlesztve, szóval erre még mehetünk majd. Na, nagyon jó uralkodók vagyunk. Várom, hogy mi lesz ebből. Valószínűleg lázadni fognak. Feud, targets of fire. Though I doubt at it first, I am becoming convinced though the gossip of court that Sultan Karati wants my head, all because of a killing. Valakit megöltál. I have bigger worries. Vannak nagyobb gondjaim. Ő a riválisunk. De ő nem. Ő kicsoda? Ja, itt egy kis tartomány. Hol érdekel az engem? Ne, nem akarok feudot indítani. Hol érdekel az engem? Egy kis senkik. Nem csak, hogy nem tartoznak hozzá. Szultánnak írja a játék, de 2200 főjük van. Tehát abszolút nem számítanak az én ligámba. Ó, olyan gyorsan felnőnek. A 16 éves Attila felnőtt. Nézzetek, milyen lett belőle. Tough soldier. Kemény katona lett. Egy boszorkány, meg mindenféle jó dolog. Hail, quick. Szerezünk neki feleséget. Divine blood. Reckless. See the memories of this character. Oh. Története. Na, nézzünk neki akkor egy jó feleséget. Próbáljuk meg, hát ha találunk egy olyat, aki mondjuk nagyon fiatal, hogy ne legyen rögtön gyermek. Teljen el egy kis idő. Az. Ő egész jó. Your niece. Ethel Árpád. Your Carter. A dinasztiánk tagja, de nem igazán a mi vérrokonunk. Ő se rossz. Ethelke. Ez már, ha találunk valami jobb trait-eset, de egyelőre nem. Ethel az egész jó. 5, 17, 8, hát nem a legjobb. A 17 marsal az mondjuk elég kemény. Azt megmondom őszintén. Azért ilyen sok, mert a vallásunkat követi. 8 mars, vagy stewardship. Á, jó lesz ő. Még úgyis egy picit javulni fog a dolog. Úgyne. 12 éves csajsziról van szó, még van 4 éve, míg felnő. Addig jó lesz, addig még nem lesz gyermek akkor. You belong with my family. Stand with them. Assurance speaker. Ő kicsoda. Ő a csehektől még szerzett, várjátok, így meg tudom mutatni, így a cseheknek egy valamilyen a háztagja. Meg nem mondom őszintén, hogy mikor volt, meg honnan szereztük meg ilyesmik. A lényeg az, hogy ő most úgymond így a túszunk, hogy a csehek ne csináljanak semmit, és egyszerűen elfogadjuk a családba, úgymond. Hát, hogy családtagja vagy, és így növeli a családnak a hírnevét, a renownunkat, amiben 4500 van. Jaj, az kemény. Várjatok, akkor van, egy örökösünk van, szóval ő örököl mindent. Ugye? Title lost, a succession. Miért örököl ő bármit is?
Your brother, vassal and commander. Miért én lettem az uralkodó? What the fuck is happening here? Azt nem értem, ugye Confederation Partition-nál minden gyermek egyenlően örököl. Ő a gyermekem. Ő nem a gyermekem. Szóval mit szóltok ahhoz, ha kitagadjuk? Jó, így megoldottuk az örökösödési válságot. Mi történik, ha a fiam meghal viszont? Hol? Nem itt tudom. Itt. Akkor a legnagyobbik lányom fog örökölni. Aki a csehekhez lett hozzáadva. És a csehek ennek ellenére lázadni akarnak? Mert egy függetlenségi háborút szeretnének? Hogy ennyire jobban vagyunk velük? Council right guaranteed, limited crown authority, bürokrata, bürokraci, bürokrácia, kultúrai elfogadás, disinheritor. Ja, meg kitagadtunk, ezért most 20, mínusz 20, hát ez van. Kitagadjuk az embereket. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Lehet, hogy le kéne váltanom arról, hogy tudjátok, ne ő legyen a Spymaster. Bár mondjuk 26-tal egyébként nagyon jó Spymaster. Jaj. Orbánt. Kinevezzük Orbánt kémnek. Legyen Orbán. Ő benne jobban megbízok, mint a cseh királyban, aki jelenleg azon küzd, hogy fellázadjon ellenünk. Nagyon jó, behúztak egy újabb szemét. Kit húztak be? Őt. Valaki vásárolni akar békét. Szamogita, jó, hát vegyél, tessék. Komolyan. Miért léptél be? Jó, ha javítjuk a kapcsolatot, akkor ki fog lépni. Nem fog kilépni, hiába lettünk jobban. Led the traitor. Ki vagy? My Spymaster is certain that my scheming against my quarter, Ilona. Te ki vagy? Te valaki vagy így a izénben. Ezt idejössz, azt elkezded gyilkolni az embereimet. Ne vicceljünk már. Bestresszelek, mert igazságos vagyok. De hát ki akart nyírni valakit? Megkínzom. Az se lehet, mert igazságos vagyok. Jó, maradjál akkor a börtönbe, az kész. De jó lenne, hogyha te kilépnél. Mondjuk sok erőt nem adsz hozzá a dologhoz. Befejeztük már, ezt a régiót már beraktuk az országba. Jó. Ekkor Bavariát kéne szerintem. Ne lázadozzon. 36 év, 50, 25, 32, ez mondjuk 25 év alatt megvan. De ezt azért szeretném, mert ez erősebb terület. Hogy van a görög elfogadottsággal kapcsolatos dolog, mert valahol promotáljuk a kultúrát. Ott. Jaj, az promotálja folyamatosan. Ez mindegy, akkor menjen promotálgatás. Jó, így egyelőre. I guess I have no choice. I have a choice. Gyertek, egy baromi nagy háborút nyomunk le. Magyarország függetlenségi háborúja. Három különböző országnak. Hárman vagytok? Hárman lázadtak fel. Na, figyeljetek. Mehetünk is. Lövünk erről egy képet, egy pillanatképet, sőt, behozzam így, vagy menjünk kijebb, ne. Lövünk egy pillanatképet, így. Ez tökéletes. Bombe. Elsőnek, amit csinálunk, hogy berakunk valakit ide, 30-as vagy, bátyám. Te aztán találni fogsz jó embereket. A másik, amit szeretnénk, szóval aki főképp indította ezt a háborút, az ő. Szóval amondó vagyok, hogy valahova ide kéne a főseregünket fölhúzni. Egész Visegrádig itt vannak. Lész lokal sereg. Ez az.
Csak is a legjobb embereim kerültek oda. My enemy's friend. I have learned that King Meshach foolishly take up arms alongside my queen Agatha, despite sending his brother Inak to be my hostage. Ó, szóval ő a bátyja. Most már tudom, hogy ki ez. Ja, igen, igen, a bátyja. Ki az idősebbik? Ja, aha. I do not make empty threats. Most kivégezhetnénk. Kivégezhetnénk. Ezt amit akartam mondani. Viszont mondhatjuk azt is, hogy nem. Őszintén szólva, figyelj, Inak. Nem tetsz a dologra. Meg tudjuk azt csinálni, hogy őt fogjuk, ki az utódja, az öccse. Aha. De akkor viszont... Igen, ők az én családomnak a vérei. Vére. Családi kötelék van. Ettől függetlenül már van két gyerek. Granddaughter. Mondjuk ettől függetlenül ő örökli meg. De viszont táltosista. Jó. Majd a büntetésen majd gondolkozunk később, hogy kit hogy fogunk megbüntetni. Először akkor intézzük el őket. És azt kéne, hogy össze akarom vonni a legjobb embereim, azok mind menjenek. Hű, de jó lovagjaink vannak amúgy. Mind menjenek és álljanak egybe. És legyen egy parasztsereg mellettünk. Tehát értitek, mi a célom? Az a célom, hogy összevonok egy elit sereget, egy nagyon minimális mennyiségű paraszttal maximum, és mellette meg lesz egy parasztsereg, aki jön. 5000 fő, mondjuk az elit seregünk, az még így is eléggé brutális mennyiségű személlyel rendelkezik. Ezeket ide rakjuk. Innen egy 1100-at oda. Így jók leszünk. Ketté van szakítva a seregünk, 44-es az én marsalom. Mondjuk neki 40, nekem most 39-et ír. Itt 40-et ír? Ja nem, 39 az enyém. Akkor fordítva legyen inkább. De alapvetőleg mindegy, akkor legyen ő a bátyánk, legyen ő az, aki vezeti a seregeket, és akkor oda rakunk valaki mást, aki ostromlásban nagyon jó. Az a lényeg annak a csapatnak. Na szóval, és akkor azokat most úgy elfoglal. Ó, ott lenne egy városunk. Menjünk így körbe. Körbejövünk, és akkor le tudunk menni a fővárosukhoz. Itt van két erődjük. Csata, egy ütközet itt is van. Hogy tudnánk lehetőleg könnyebben eljutni a fővárosára? Mennyi emberetek van? 3-10 ezer. Ott azért van 10-valahány ezer, mit nem mondjak. Itt is vagytok még 11 ezeren. Szép létszámok vannak, azt kell mondjam. Viszont szerintem a minőség miatt el fogjuk verni őket. Erre menjünk így föl. Így, és akkor jó, egyelőre most ez legyen az úti célunk. Attól aggódok, hogy esetleg idehoznak sereget. Ők például fogják azt, akkor elkezdenek ostromolni. Ez a függetlenségi háborútok. Ez amiatt van, mert nagyon gyorsan terjeszkedünk, úgy, hogy közben nem szilárdítjuk eléggé meg a hatalmunkat. Ez ezért történik. Hogyha be lenne olvasva már Németország, akkor ezzel nem lenne probléma. Ez
szeretne. Siege lost, bla bla bla. Jó, igazából messzi helyről van szó, hogy annyira nem vészes. Warscore held. Azért, mert elfoglaltak egy területet, ezért a Warscore az már megvan nekik, hogy jó, és szabadok vagyunk. Bezzeg én, amikor függetlenségi háborút hirdettem az egyik másik játékban, az élőadásban, amit Erikkel játszottunk most nemrég, amikor én ott függetlenségi háborút indítottam egy vazallus ellen. Ki vagy egyáltalán? Vazallus és már a championom. Te is börtönben. Úgy. Akkor oda kellett mennem elfoglalni a fővárosát. Nekik bőven elég volt egy területet elfoglalni. Valamilyen oknál fogva. Sőt, lehet, hogy nem is kell, hogy el legyen foglalva semmi se. Attack air controls war target. Értitek? Tehát nekem kell oda menni elfoglalni őket. Ami értem, tehát nekem ez így tök rendben van, hogy ez így működik. A probléma ott kezdődik, hogy bezzeg, amikor én indítottam ilyen háborút, akkor nem így működött. Akkor már is úgy nézett ki, hogy jaj, te vagy a támadó, neked kell oda menni elintézni őt, nem pedig neki arra, hogy kiszabaduljam. Értitek? Nem pedig neki arra, hogy téged elfogjam. Ez a lényeg a mondandómnak. Itt vajon le tudunk jönni ide? Aha, le tudunk. Sőt, át tudunk menni oda is. Nagyon jó. Ezt a sereget, ha így mozdítom, nem mindkettő ki van jelölve. Ó, ne. Ó, Istenem, most vesztettünk 200 főt minimumot. Ó, és ez a hely nem is tudja ellátni ekkora sereget. Na nem baj, elkezdek foglalgatni. Kíváncsi vagyok, ha belefoglalok a területükbe, akkor alakul ez a Warscore. Mert technikailag akkor nem teljesen szabadok, tehát el van foglalva egy részük, értitek? Aránka, ki vagy? Your nephew, your kancellár. Grandparents, ó, hát ez... Ilona, legyen Ilona, hát kit érdekel, annyira távoli rokon már most. Level of Spender fejlődött. Nem nagyon szereztünk előre jutást. Nem baj, elkezdünk foglalgatni, és megpróbálok eljutni az erő a fővárosáig. Ezek a Warscore-ok, ezek itt. Ez milyen kijelölés? Nézzétek, ez számít, ez a terület, ezt mondjuk még értem, ha mondom, hogy oké. Ez a terület számít, ez a terület, ez itt minek, ez miért van kijelölve? Random területeket jelölt ki, hogy mit szeretne. Tehát a fővárosaik jó formán. 25%-kal vannak már így is. Ha én ezt fogom, és odalépek, akkor sérülni fogunk. Akkor nem lépünk oda. Itt jól vagytok, itt jól vagytok, jól van, gyűjtsetek akkor ellátmányt. Mark of Distinction. Árpádházi zászlónk fejlődött. Domain limit plusz egyet ad. Ez ki van rakva vajon nekünk? Ja, ki van rakva. Court Grandeur plusz 4, Prestige növekedés, Renown növekedés, nagyon jók. Nagyon jó, hát itt meg egy csomó mindenki akar mindenfélét. Úgy is lettünk ezeken. Hopp, az ott végeztek. Ha azt ott elfoglalnák, az tök jó lenne. Lehet, sőt, oda menjél. Talán oda. Ha azt elfoglalnánk azt a hegyi erődöt, mi lehet, hogy nem fog megtörténni. Nézzük, hogy reagálnak. Ha lehet, hogy jönnek oda. Sőt, több, mint valószínű, hogy mennek oda. Hmm.
Ezen a helyen plusz 9-et kapunk, itt plusz 3-at, itt semmit. Jó. Akkor te menj oda-vissza. Te menj oda, te meg oda menjél. Itt plusz 3, itt plusz 9. Itt kéne megütköznünk velük. Méghozzá azzal a hadvezérrel, aki a 40-es. Ez lenne a legjobb, ez az erőd lenne a legjobb egyébként. Lehet vissza is húzom a seregeimet. Itt ezen az erődön lenne a legjobb. Plusz 5-öt, ó, akkor nem, várjatok. Itt miért plusz 5-öt kapunk itt, meg plusz 9-et? Maga az erődök. Advantage. Emiatt. Aha, van egy olyan épület, ami javítja a védelmet ott. Akkor inkább itt éri meg. Oké, 40-es hadvezér. Oké, síkságon szeretnek harcolni, ez síkság. Nagyon jó, minimum reckless dolog. Nagyon sokan lesznek, valószínűleg. Viszont megnézzük, hogy ez mennyire fog teljesíteni. Meghalt a feleségem. Piliana. Hát ez szomorú. Ez egy rossz előjel, srácok. Ó, nem. Ez egy jó előjel. Hú, de csúnyán verik el őket. Vesztettek is. Valakit elfogtunk, és emiatt vesztettek is. Megvan a izé, a királynő. Wow! Ez mekkora szerencse nekünk. Ha nem kapjuk el, közel nem lennénk ahhoz, hogy nyerjünk. Közel nem lennénk. Viszont nyertünk. És Magyarország egybe van. Na, ha minden jól megy, igen, most mindenki konkrétan, aki lázadt ellenünk, az nálunk most ott van. Szóval szépen elbánhatunk velük úgy, ahogy szeretnénk. Szóval mondhatnánk neki, hogy hát kivégezhetnénk egy részt. És akkor itt van az ő utódja, ő lenne. De viszont van rajta kívül más rököse is. Ezt nem tudom valahogy jobban megnézni, nem mi? Arra vagyok kíváncsi, hogy ki örököl mit. Ja, veszítene területeket, megzuhanna a hatalma, hogyha őt leváltanánk. Szóval az execution az annyira nem fog működni, mert ő a rokonunk. Szóval annyira nem kéne. Viszont száműzhetjük. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy jó kis száműzéssel van. És akkor más lesz az uralkodó. Vagy visszavonhatunk címet tőle. Ha. Vagy vazallust vehetünk el tőle, az is működhet. Ritrace vazallus. Ez a terület, az a terület, az a terület. Az a helyzet, a vazalusai nem túl nagyok. Mondjuk Dúk Teodorik, ő mondjuk elég nagy. Őt visszavennénk, akkor egy része az országának szétesne. Szóval nem szeretném, hogy gyengüljön igazából Németország maga. Tehát azt szeretném, hogy erős maradjon, csak jó lenne, hogyha nem lázangonának. Jó, legyen egy banishment. És egy weak hook. Így, őt száműztük. Így akkor most az örökösei átvették a hatalmat. Itt nála ő lenne az uralkodó, hogyha ő elmegy. 29 éves tátosista, karantanó magyar. Ő is tátosista és karantanó magyar. Árpád, Ingolstad. Ők ketten együtt rokonok. Ő vele jobb kapcsolatban vagyunk, mint vele. Hát ő kevésbé szeret minket. Content coward. Ő egy gyáva alaki, jó. Bold maniac. Magabiztos mániákus. A lényeg,
hogy vele valószínűleg egy kicsit stabilabb országunk lenne, mert ő egy elégedett gyáva alak. Tehát őt könnyebb lenne helyben tartani. Amondó vagyok, csinálunk még egy ilyet, Ben is. Még egy száműzést csinálunk. Csehországban ugye a házasságom az tart valamilyen szinten. Hogyha egy negotiation release csinálunk, akkor 20 opinion-t kapunk. Meghalt. Son of Judas. Miért ő öröke? Miért nem ő öröke? Mindegy, őt pénzügyileg. Hát akkor maradsz börtönben, barátom, ha nem tudsz fizetni. Nincs pénzem, mínusz 58 aranyban van. Azt akarom, hogy a rokonaim vigyék tovább, tehát a mi vérünk maradjon. Hogyha kiengedlek, tudok egy weak hookot esetleg rajtad. Nem, tudod mit? Ez is csak 10 évre kapjuk meg ezt a 20 pozitívumot. Miért utál minket? Kultúrai elfogadottság, rövid uralkodás, bürokrácia, council right guaranteed. Minority disapproves of conversion, disinheritor. Nagyon sok negatívunk van. Ambiciózus. Ja, ő ambiciózus is. Ő meg egy gambler. És mi van, ha ő meghal, mert amúgy ő beteg? Akkor ő fogja ural. Ő meg spindl. Micsoda átkozott béna vérvonala van ennek a családnak. Ki van még itt nekünk esetleg? Őt most egyelőre hagyjuk benne. Nézzük, engedjük el a másik kettőt. Oké, ő most már nem a hostage-ünk. Mehet, hogyha szeretne. Kérhettünk volna a németektől hostage-et. Na, ti nálatok éppen egy aktuális függetlenségi háború van. Ami ellen nem sok mindent fogsz tudni tenni börtönből. Az nem rossz nekünk feltétlenül, hogy szétszakadtok a fenébe. Az a kérdés, hogy ti mondjuk elég gyengék vagytok, és eléggé szeretsz. Miért lázadtál fel, ha ennyire szeretsz? Tudod, mit ki tudsz fizetni? Majdnem. Tudod, mit? Nem tudom. Tudunk? Hostage demand? Nem, surrender? Nem. Demand hostage. Hány éves vagy? 51. És mi van, a követelem? 16 éves fiadat. János Lukács fi Árpádot. Itt is az én családom van. Tehát itt a férje az Árpád házi. Szóval ők itt a rokonaim. Aki örökölni fog, az nem a rokonom viszont. Ami szomorú, megmondom őszintén. Ami szomorú. Ez mi az, hogy nem fogadod el? Börtönömbe csúcsülsz. Mi az, hogy nem fogadod el? Pofám leszakad. Akkor üljél a börtönben még egy darabig. You are not married. Hát igen, ez szomorú, azt kell mondjam. Hát az age difference az már nem lehet 5 év. Nincs olyan nő a világon, aki annyi idős lenne. Ó, na várjatok már. És ő el is fogadná? Ladika of Croatia. Elfogadná. Mondjuk ez nem lenne jó nekünk. Oké, akkor nem így fogunk feleséget váltani. Nem törölni szeretném, csak szeretném visszaállítani most az alaphelyzetbe. És amit szeretnék, hogy mindenkinek
az összképességei alapján válasszunk valakit. 11, 13, 16, 17, 11. Nagyon jó. Az eléggé jó nekünk. Jó, legyél te. Legyél te. Teljesen jó. Na figyeljetek, elérkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem jól szórakoztatok, aztán a következő részben még majd eldöntjük, hogy mit csináljunk vele. Nem, őt már eldöntöttük, hogy mit csinálunk vele. Vele eldöntjük, hogy mit csinálunk. Illetve, hogy akkor majd továbbra is hova fogunk haladni. Most a vallást azt meg kell várnunk, hogy ez elérje ezt a szintet. Csinálunk egy olyat valószínűleg, hogy elmegyünk egy zarándok útra, meg ilyen-olyan dolgokat, hogy tudjátok, vallásilag előrébb haladjunk, és Olaszországra tudjunk egy baromi nagy szent háborút indítani. És azon kívül lehet még Bizánc ellen még indítunk egy kisebb háborút. Ja, remélem jól szórakoztatok. Sziasztok!